Bartók Béla Kékszakállú Hercegvára című operájának közelgő 100 éves évfordulója alkalmából tűzte műsorra a produkciót a Kolozsvári Magyar Opera. Ez világszinten a legismertebb magyar opera, amely már valamennyi jelentős opera színpadot bejárt. Idén lesz 100 éve annak, hogy bemutatták Bartók Béla egyfelvonásos operáját, a Kékszakállú Hercegvárát a Budapesti Operaházban, az 1918-as ősbemutatóra Gróf Bánffy Miklós által tervezett díszletek és jelmezek rekonstrukciói idézték az egy évszázaddal ezelőtti előadás hangulatát a Kolozsvári Magyar Opera színpadán. Nagyon sok közünk van az előadásnak az ősbemutatójához, még akkor is, ha ez Budapesten volt. Tudni kell, hogy Bartók 1911-ben írta meg a művet, viszont az akkori zenei szakma Budapesten hallgathatatlannak, eljátszhatatlannak minősítette az előadást, és a mi Kolozsváron született Bánffy Miklós grófunk volt az, aki merte bevinni az operaházba ezt az előadást. Ebben a műben emelkedik a legegyetemesebb szintre a magyar ősi pentatonzene. Balázs Béla szövegkönyve alapján a Kék Szakállú egy magyar népballada hőseként jelenik meg. A címszerepben debütáló György Levente, a magyar opera egykori nagybőgőse énekhangját a Svájci Nemzeti Operaiskolában tökéletesítette. Az elmúlt 12 évben Svájc és Németország jelentős zenés színpadain lépett fel, ezúttal a kolozsvári közönség előtt mutatkozhatott be. A Kék Szakállú herceg szerepe minden baszbaritonnak mérföldkő a pályafutásán, mert ez egy nehéz szerepnek számít, és egy bizonyos érettséget is követel, amit úgy érzem, hogy most már lassan kezdek megérni a szerepre, hiszen már 10 éve kérte a bécsi ügynököm, hogy énekeljem el a Kék Szakállút. Judit szerepében Molnár Mária lépett színpadra. A Kolozsvári Magyar Opera Kékszakállú Hercegvára című előadásának díszletével és jelmezével májusban Budapesten játsszák Bartók jubiláló művét.